Szép napot mindenkinek ez a kocka disputa, és az utóbbi időben eléggé megszaporodtak a különböző sportokkal foglalkozó sorozatok és filmek, gondoljunk csak mondjuk a Last Dance-re vagy a Ted lasso -ra. de a helyzet az, hogy bár most tudtam említeni kapásból kettő olyan alkotást is, ami átütötte a mainstreamnek a küszöbét, a legtöbb ilyen film vagy sorozat azért mégiscsak megmarad réteg alkotásnak, és hát azok nézik őket, fogyasztják ezeket a tartalmakat, akiket alapból is érdekelnek ezek a sportok, ugye ezért tudott olyan nagyot gurítani mondjuk a Ted Lasso, mert olyan főszereplőket választott, akiknek alapból idegen volt az egész foci világa, és így általuk azokat a nézőket is be tudta vonzani, akiket tök hidegen hagy ez a sport. És én nagyon szeretem az ilyen szériákat, és most egy ilyen sorozatot sikerül találnom az Üdv Vrexemben, ben Welcome to Vrexem személyében, ami egy olyan dokus sorozat, ami azt Nyomon, hogy Rob McElhenney és Ryan Reynolds, a két ismert színész, megvesznek egy ötöd osztályú Velszi foci csapatot, ami már önmagában is szerintem zseniális. Másrészt egyből kiderül belőle, hogy ez egy doku széria lesz, tehát a valóságot fogjuk nyomon követni. Itt nincsenek előre lezsírozva a meccsek, meg ilyesmi. És egy hát nyilván a fociról szól az egész, de úgy szól a fociról, hogy hát ezek az amerikai színészek, ami nézőpont karaktereink, ha ezt lehet így mondani, tehát a Ted Lasso-hoz hasonlóan baromira nem értenek semmihez, úgyhogy nagyon vicces nézni, ahogy egyre tájékozottabbak lesznek a sportban, de egyébként maga a sorozat tényleg erről szól, hogy megvesznek egy foci csapatot, és elkezdik menedzselni, játékosokat venni, pályát felújítani, megismerkednek a közösséggel, és igazából ebben az utóbbiban rejlik a Welcome to Rexham nek az igazi ereje, mert hogy nem annyira a fociról szól ez a széria, mint inkább az azt körülvevő közösségről, az emberekről, akik a szurkolókat adják, a kedvesekről és a kevésbé kedvesekről, az elhivatottakról és az egyszeri casual szurkolókról, ha lehet ezt így mondani. Szóval nagyon szépen körbejárja ezt a témát a széria, hogy miért lesz valaki foci drukker, miért olyan érdekes, különös ez a klub, ami nagyon-nagyon régi, az egyik legrégebbi klub Európában. És persze közben azzal is szembesülünk, hogy mennyire nem egyszerű dolog futatni egy ilyen klubot, nyilván valahol hiába van pénzed, mint mondjuk ezeknek a színészeknek, azért valamiféle hozzáértésre is szükség van. És ami még szuper, hogy ezt az egészet nagyon könnyed formában tálalja a sorozat, szóval elég sokat fogunk nevetgélni, hát nyilvánvalóan egy Ryan reynolds meg egy Rob mckelleny azért sejthetjük, hogy itt nem valami über komoly dologról lesz szó, ők saját magukat sem veszik annyira komolyan, és ez nagyon jól áll ennek a szériának. Fél órások egyébként ezek a részek, szóval én tudom azt mondani, hogy másfajta módon, mint a Ted Lasso, de ez is egy feel good sorozat, ha egy kicsit le vagy hangolva, ha egy laza kikapcsolódásra vágysz, tökéletes lesz, garantálom, welcome to És én azt mondom, hogy akkor is adjatok neki esélyt, ha egyáltalán nem szeretitek a focit, mert hogy én például a barátnővel néztem, aki utálja ezt a sportot, vagy ha meccset nézek, vagy bármi hasonló, és mégis nagyon jól szórakozott ő is, és bevonódott teljesen. Nagyon jó meg van csinálva azt, hogy mondjam, ez a sorozat. És nem csak a foci oldaláról járják körbe a témát, hanem például külön veszel is foglalkozik egy rész, szóval kulturális misszióként is felfogható, amit az a két szín csinál, de szerintem tényleg már a koncepció önmagában annyira vicces, meg annyira jó, és ha így követitek majd a foci csapatnak az életét, mert hát nyilván van Insta oldaluk, meg TikTok oldaluk, meg nem tudom lehet őket tényleg követni, akkor láthatjátok, hogy hát igen, elég nagy hírnévre szertett ez a csapat, még a Velszi Herceg is posztolt róluk, szóval, ja, tényleg ez a sorozat, ez átütötte a popularitásnak azt a küszöbét, ami azt jelenti, hogy tényleg így benne van a közbeszédben valami. Nem maradjatok ki ebből az élményből, én azt tudom mondani, Disney plus meg tudjátok nézni, meg nyilván TK-ban is fenn van, adjatok neki egy esélyt, és hát legyetek ti is vrekszem szurkolók. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai diszputa, ha tetszett a videó, akkor kedvejétek és iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb, sziasztok!